néztük meg, hogy miért érdemes olyan napszemüveget választani, ami persze nem csak trendi, és nem csak ugye öltöztet minket, hanem azért hasznos abból a szempontból, hogy megvédi a szemünket a mostani nagyon erős napsugárzástól. Annak jártunk utána, hogy hogyan is kell kiválasztani a megfelelő napszemüveget a számunkra. A nyári időszak elengedhetetlen kelléke a napszemüveg. Az már mindenki számára ismert, hogy a megfelelő UV védelem nélkülözhetetlen. Ezen túl még további technikai eltérések is lehetnek. Vannak a sima UV-szűrős napszemüvegek, illetve vannak, amik polarizált technológiával vannak ellátva. Itt kiszűrik a csillogást, nem kell hunyorogni, akár vízparton, autóvezetés közben is, autóvezetés közben sem. És vannak olyan technológiák, ami már ettől is többet tud, ez egy Polarize Plus 2 technológia, ami meg még kényelmesebb, még komfortosabb, a minden oldalból bejövő napfény szűri, ezáltal akár a föntről, lentről jövő napfényeket is megszűri, és egy oldalról engedi csak be, így még kényelmesebb a viselet a napszemüvegnek. És most nézzük, hogy melyek az idei napszemüveg trendek. Szintén nőknél is, meg férfiaknál is most a szögletesebbek, a keskenyebbek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a napszemüvegeknél is érvényes a 20 éves szabály, és hát ami anno a Spice Girls-nél nagyon divat volt, az most szintén megint nagyon divat. A színes lencsék, rózsaszín lencsék, kék lencsék, nagyon-nagyon, a világosabb lencsék most nagyon divatosak, és a tükrös lencsék még mindig hódítanak. A férfiaknál előtérbe helyeződött a teknős mintás keret, amely egy sportosabb outfithez is jól működik, de az üzleti életben is megállja a helyét. Hogyha valakinek segítünk napszemüvegben, akkor mindenféleképpen figyelembe szoktuk venni, hogy milyen a szemszíne, bőrszíne, hajszíne. Ez a modell például egy szőkehajú hölgynek nagyon-nagyon előnyösen áll, és kifejezetten nekik szoktuk ajánlani. Ez például egy sötétebb hajú hölgyön lehet, hogy sápasztaná, és hogy neki nem lenne annyira előnyös. Szoktuk nézni azt is, hogy milyen fejformája van a viselőnek. Férfiaknál például ez is egy olyan modell, amit inkább egy világosabb hajjal és világosabb bőrrel rendelkező férfinek ajánlanám, de ugyanez a modell már a másik színében, pedig már pont egy barna haj, egy sötét szem, akár egy borostás férfinak ez egy nagyon-nagyon jó választás lehet. Ha valaki interneten rendel magának napszemüveget, azt érdemes bevizsgáltatni, hogy valóban megfelelő UV-szűrővel van ellátva, illetve egy használt karcos lencse átengedi az UV-fényt, ezért ezeket is ajánlott az optikában leellenőriztetni.